Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, én Gyűri Zoltán Gábor vagyok, Captain Sonar következik. A játék arról szól, hogy van két tengeralattjáró, akik keresik egymást és megpróbálják elpusztítani a másik tengeralattjárót, annak a legénységével együtt. A játékban két csapat játszik, illetve a játékosok két csapatra osztják egymást. A sárga tengeralattjáró, a kék tengeralattjáró ellen egy jópofa paraván választja el őket, hogy láthassák a másik mesterkedését. Ezt a paravánt a bemutató során leveszem, ezt kérlek tekintsétek úgy, mintha folyamatosan itt lenne, ugyanis játék során ez a paraván választja el a két csapatot. Minden egyes játékban teljesen mindegy, hogy hányan játsszák, hogyha ketten vagy nyolcan, akkor minden tengeralattjárón négy nagyon fontos tisztség van jelen, attól függetlenül, hogy hányan játszik, illetve hogy milyen játékmódban játszunk. Minden játékban van egy kapitány, aki a parancsokat adja, hogy a hajó az pontosan merre mozdul. Van egy első tiszt, aki különböző műszereket, töltöket fel, attól függetlenül, hogy merre megyünk a hajóval. Ő dönti el, hogy éppen az ellenfél elpusztítására szolgáló műszereket kezd el töltögetni, esetleg az ellenfél beazonosítására, vagy egyéb klassz dolgokat próbál töltögetni, akkor van egy nagyon fontos pozíció, a gépész. A gépész megpróbál azon mesterkedni, hogy minden egyes mozgáshoz kapcsolódik egy ilyen kis tárhely, és megpróbálja úgy x-elgetni a különböző műszereket mozgásoktól függően, hogy lehetőleg azokat lehessen használni, ugyanis hogyha feltöltött egy műszer, akkor csak akkor használhat, hogyha nincs X az adott ikonon a teljes táblán, és nagyon-nagyon kellemetlen tud lenni, hogy éppen torpedózhatnánk az ellenfél csapat át, csak akkor az egyik piros be van X-elve, akkor valahogy valamilyen ügyeskedésnek során el kell távolítani az X-eket a térkép, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy amint a parancsnok adott egy irányt a csapatnak, az ellenfél lokátorosa ezt füleli, és megpróbálja ezen a térképen, mindegyik lokátoros saját térképén, hogyha például a sárga csapat elindult valahonnan, és a sárga kapitány azt mondta, hogy megyünk egyet északnak, akkor az ő lokátorosa is valahova berajzol egy X-et, és szépen jegyzi azt, hogy az ellenfél csapata az hova ment el, és hogy amilyen mozgás végzett, ugye nem futhat ki a térképről semmilyen tengeralattjáró, és akkor megpróbálja beazonosítani, hogy akkor hol mesterkedhet, hol lehet az ellenfél csapat. Ez nagyon fontos lehet tudni a kapitánynak, hogy afelé navigálja a saját tengeralattjáróját, hogy lehessen torpedózni, esetleg beazonosítani, hogy valami kis klassz dolgot csinálni. A játék addig tart, ameddig valamelyik tengeralattjáró be nem kap négy sebzést, abban a pillanatban az a tengeralattjáró elsüllyed, és akkor az ellenfél csapat megnyerte a játékot. A játékban két alapvető különböző játékmódot különböztetünk meg, a körökre osztott, a turn by turn, illetve a szimultán játékot. Én most a körökre osztott játékmódot pakoltam, két icipicit kisebb a mappa, illetve a másik oldalon van mindegyik csapatnak az a játékmód eleme, amikor real-time valós időben szimultán játszanak a játékosok. Mind a kettő rendkívül sok izgalmat tartogat, és meglehetősen más hangulatú lesz ettől a játék. A játékhoz tartozik egyébként egy csomó map. Én most az Alpha mappet pakoltam ki. Van Bravo, van Charlie, akkor van Delta, illetve van Echo, különböző lehetőségeket, különböző izgalmakat rejteget. Nekem például a nagy kedvencem a Delta, amikor fagyott mező van, és sebzés nélkül csak a megjelölt pontokon lehet feljönni a tenger felszínére. Mindaddig megy a játék, ameddig az ellenfél tengeralattjárót el nem sikerült sülyeszteni. Kapitány, kapitányom! Hát ez a játék... Ez a játék, amikor legelőször játszottam vele, és a legelső pár játék alkalmával nekem nem igazán tetszett. Leültünk, két csapat játszott szimultán játékmódban egymással szemben, és én rettetesen érzékeny vagyok a stresszre, és ez a játék ez engem olyan stressz helyzetbe hozott, hogy és elsüllyedtünk. És rájöttem, hogy ez a játék egyik legnagyobb érdeme, mármint nem az, hogy engem stresszel, hanem az, hogy tökéletesen be tudja helyezni a játékosokat a játékvilágába. Nagyon kevés játék tud ilyet. Azt ígéri magáról, ez egy tengeralattjáros játék, és a borító is azt mondja, hogy ott fogod magad érezni abban az acélkoporsóban, a tengerfenekén, miközben egy másik tengeralattjáró korzódik és téged keres. És az a játék meghozza ezt a játékélményt. Játékélményből csillagos ötös, azt a minőségét. Az egy más dolog, hogy nekem a körökre osztott játék most sokkal közelebb áll a szívemhez, és nekem sokkal kényelmesebb, megfontottabban, torpedózósabb jelleggel haladni, de le a kalappal. És nagyon jó volt azt látni, hogy sok kifejezetten most a társasjáték világával ismerkedő játékosnak leesett az álla, hogy azt a mindenit, beregtünk, és akkor gépész, és akkor állj, és akkor torpedó, és akkor akna, tehát fort a vérünk játék közben.
respekt és tisztelet, és megvan benne az a játékmélység, hogy bizony kommunikálni kell a csapatoknak egymással. Nagyon tetszett az, hogy a kapitány osztja az irányokat, és a gépész felel valamiért. Nincs alfajátékos, vagy legalábbis nagyon-nagyon leszorított a szerepe, mert csak a gépész tudja ékszelgetni, és bizony kommunikálni kell a kapitány, meg az első tiszt, hogy mit töltsön. Megvan benne az a pici szólítás, hogy akármit azért nem lehet, a kapitány is hiába alakít egy stratégiát, figyelembe kell vennie, hogy a gépész miket x-elget, mert akkor lehet, hogy nem fogunk tudni használni, és nagyon-nagyon kellemetlen ebben a játékban az opció, hogy fejlődünk a felszínre. Az gáz, nagyon-nagyon nehéz döntés, és egy csomószor éreztük azt, hogy oké, fejlődünk a felszínre, és körök rosszat játékban az három kör előnye a másiknak, szimultán játékban meg rettetesen kellemetlen tud lenni, amikor rajzolgatjuk körbe azokat a hajóelemeket, és akkor a másik gépésze meg visszadobja, mert miközben kapkodtunk. Wow! Nekem egy picit ki kell pihennem magam ahhoz, hogy ezzel a játékkal játszok, még hogy a körökre osztott játékmódról is van szó. Életem egyik legnagyobb játékélménye volt. Igazából semmihez nem hasonlítható, mindenképpen ajánlom a kipróbálását egyébként. Ő azt mondja, mármint a doboz, hogy 2-8 fő részére, én 2-3-an nem igazán játszanám, és ahhoz a kisebbséghez tartozok, aki kifejezetten élvezte négyen, és én egyébként ajánlom, nagyon-nagyon ajánlom a körökre osztott játékmódot is, a turn by turn játékmódot is, mert nekem a szívemhez közelibb az, hogy szépen megfontoltabban tudok haladni, és nagyon szimpatikus volt a játék részéről, hogy megadta nekem ezt a lehetőséget, hogy a játékot eldönthetjük, hogy inkább ilyen kapkodósabb, azt a minőségi stresszesebb játékot játszunk, vagy hogyha olyan a habitusotok, olyan játékokat szerettek, hogy inkább szépen a saját tempótokban, megfontoltabban tudtok haladni, akkor van rá lehetőségetek. Az újrajátszhatóságot kifejezetten kimagaslónak érzem. Nagyon sokféle map van, egyre nehezedő mappok, egy csomó játékmód. Nagyon tetszett, hogy a szimultán játékban sokkal nagyobb a map, sokkal könnyebben tudom mozogni a lokátorosnak, és sokkal nagyobb a felelőssége. A Captain Sonart az egyik legkülönlegesebb játéknak tartom, hogy most a piacon van, abszolút méltó arra, hogy kipróbáljátok, nagyon meleg szívvel ajánlom, annak dacára, hogy számomra ez a szimultán stresszes játék nem kifejezetten jött be, de ez én vagyok, ettől függetlenül nagyon-nagyon sokan szedik, és nagyon sokak számára lehet életre szóló játék, én Captain Sonar. Hogyha tetszett a videó, kérlek dob egy szép nagy mosolygós lájkot, esetleg egy megosztás, hogy minél többekhez jusson el a csatorna, illetve ez a tartalom. Remélem, mi hamarabb találkozunk, addig is jó játékot kalózok, sziasztok!